További 8 intézmény tartozhat a közeljövőben a Szent Lukács görögkatolikus szeretetszolgálathoz. A szolgálat 5 éves fennállását ünnepli idén, 3 megyében végeznek szociális és gyermekvédelmi munkát. Mária Pócson alapították a Szent Lukács görögkatolikus szeretetszolgálatot még 2010. december 6-án azzal a szándékkal, hogy a szociális és gyermekvédelmi tevékenységekben nyújtson hatékony segítséget. A szolgálat pártfogójának Szent Lukácsot, orvos és ikonfestőt választották. Fennállásuk 5. évfordulóján az is elhangzott, az elmúlt évek eredményei alapján a közeljövőben további 6-8 intézmény fenntartásának átvételét tervezik. Számomra az fontos eredmény, hogy ezt mindig életben tartjuk, erre mindig újra és újra törekszünk, hogy ne csak ellássuk a hivatalt, ne csak ellássuk a dolgainkat, hanem mindig az Isten irgalmát tudjuk továbbadni. Most amikor visszajelzéseket kapok arról, hogy ezt megtapasztalják, ezt megérzik, akár a dolgozók, de hát nyilván elsősorban gondozottak, akikért vagyunk, az mindig nagy eredmény nekem. Most emellett persze nagyon sokszor megvannak ennek a hiányosságai is, és ez a látványosabb, amikor valami nem működik, emberi gyöngeség miatt feszültségek vannak, egyáltalán nem a szeretet irányítja a munkánkat. Ezek fájdalmasak, és ezek elkerülhetetlenek, ilyen az élet, ilyen az ember, de én ezeket az eredményeket látom elsősorban, amikor meg tudjuk valósítani, foghatóvá tudjuk tenni az Isten szeretetét. Főként Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében és Hajdú-Bihar megyében voltak otthonaink, intézményeink, és természetesen Borsodban a Miskolci Egyház megye vezetése alatt. És a kormány szándéka is ez, hogy újabb és újabb otthonokat, szociális intézményeket szeretne az egyházra rábízni, ezzel mi elég erősen együttműködünk. A szeretetszolgálathoz jelenleg 10 településen 10 különböző intézmény fenntartása tartozik. Ezek között idősek otthona, gyermekvédelmi központok és családok átmeneti otthona is működik. Legnagyobb eredményüknek a nyírszőlősi leányotthon létrehozását véli az intézményvezető Ungvári Sándor, ahol már 16 gyermek született. A rendezvényen azt is hozzátette, a szakmai ismeretek az indulásnál hiányosak voltak, viszont olyan helyeken vállalták a feladatokat, ahol nagy volt a szükség. Fülöp atya megalapította a szeretetszolgálatot azzal a céllal, hogy az egyházmegye karitatív és szociális feladatait koordinálja. Ez akkor nem belül ki másban, mint az egyházközségi házi segítségnyújtó szolgálatok koordinálása, a beindítás segítése és ugye a működésének a támogatása. Az alapítás követő 3 éven belül 10 intézmény fenntartója lettünk, és azóta is végezzük a fenntartói feladatainkat. Nagy bátorsággal, de nem vakmerőséggel vállaltuk ezeket a feladatokat. Az EMI főosztály vezetője ismertette a szociális ellátórendszer átalakítását és a gyermekvédelmi törvénymódosító csomagot Mária Pócson. Búdi Éva kiemelte, az egyik főbb változás az lesz, hogy elérhetőbbé válik a támogatott lakhatás. Egy másik kiemelkedő pont azokat a hajléktalanokat érinti majd, akiknek csak lakhatási ellátás szükséges. Szociális segítségnyújtás viszont nem, így akár külső férőhelyeken is elszállásolhatják őket. Ezt azért jelenítettük meg a jogszabályban, mert vannak olyan igénybevevők, akik valóban most veszítették el lakásukat, semmilyen más természetes erőforrás nem tudnak felhasználni arra, hogy lakhatásuk legyen. Fordulnak az átmeneti szállóhoz, de nekik nincsen szükségük még, mert meglévő erőforrásaikból képesek egyébként majd tovább lépni erről a helyről, képesek a munkaerőpiacon is megjelenni, nekik lakhatásra van szükségük. Egy nagyon pici szociális munka odafigyeléssel, annak érdekében, hogy ez minél gyorsabban valósuljon meg, ő számukra elégséges lakhatási szolgáltatást nyújtani, amit az intézményen belül is megjeleníthet a szolgáltató, fenntartó, illetve külön lakásokban. A gyermekvédelmi törvénymódosításban 2 pillér változhat majd a közeljövőben. Az egyik, hogy az eddig 2-szintű gyermekvédelmi jelzőrendszer 4-szintűvé válik, és a megyei kormányhivatalok is belekapcsolódnak a jelzőrendszeri munkába, illetve országos szinten a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal majd későbbiekben január 1-től őt fölváltja a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, akik már most is ugye a módszertani hírleveleket, protokollokat kiadták.
A másik nagy téma az pedig hasonló a hajléktalanok átmeneti otthonainál elhangzott lakhatási külső férőhely szolgáltatásnál, ez a családok átmeneti otthonainál is megjelenítjük ezt a szolgáltatási formát, amikor a családok már külső férőhelyen lakásban lehetnek. Ez 2018. január 1-től lép életbe. A Mária Pulcsi konferencián elhangzott, a szakmai munkán túl a szociális segítségnyújtás fontos tevékenysége a különböző programok szervezése az ellátottak és a dolgozók között.